Szikvizeseknek vagy a foglalkozás iránt érdeklődőknek szerveztek szakmai fórumot Szekszárdon, azzal a céllal, hogy megismerjék az esetleges problémákat, miben tudnak segíteni és miben tudnak egységes álláspontot képviselni, mondja Juhas János, a Békési Ipartestület elnöke. Ennek a célnak az elérése érdekében végeztünk, és ezzel már befejeződött egy kutatást, 400 vállalkozásból választottunk ki 100 vállalkozást, amelyekkel mély interjút készítettünk, és ennek a tapasztalatait dolgoztuk fel, hogy mi kell ahhoz, hogy itt a hazai székvizesek a jövőben megerősödve jöjjenek ki itt a mai konkurencia harcból. Ugye gondolok itt elsősorban az ásványvizekre, vagy a szódára, borra és a többi üdítőitalra. Ezen a piacon kell megélni valamennyienknek. Szikvizesek jellemzően hazai mikrovállalkozások. Mi pedig a mikrovállalkozásokat képviseljük. Tehát innentől kezdve adódott a lehetőség, hogy ezt a konferenciát, ha már van egy ilyen kutatásunk, akkor ennek az anyagát megismertessük az érdeklődőkkel, és ezt hasznosítsák, építsék be a saját munkájukba, a saját gyakorlatukba, hiszen nekünk is az az érdekünk, hogy biztos, jó, prosperáló vállalkozásokat tudjanak működtetni. Érje meg dolgozni, mi ígyunk egészséges szódavizet, ők pedig éljenek meg jól, vagy ahogy tudnak. Az elnök azt mondja, Magyarországon lecsökkent a szikvizesek száma az utóbbi időben. Gondoljon arra, hogy ugye korábban csak szódavizet ittak, víz volt, csapvíz és szódavíz, bejöttek a nagy üdítőitalgyárak, ásványvizek, hihetetlen mennyiségben ontják a vizet. Hát ugye mi nem tudunk több vizet meginni, mint amennyit korábban, mint amely jól esik, tehát ez a piac azért osztódik. Ez egy természetes folyamat, ez így volt, így lesz a jövőben is. Mi azt szeretnénk, hogy azok, akik ebbe beinvestáltak, erre tették fel az életüket, azoknak érje meg, mi pedig kapjunk egy jó szolgáltatást, tehát ön szolgálják ki egészséges, tiszta, jó magyar szódavízzel. A szakemberek azt tapasztalják, hogy a fogyasztók körében megnőtt az igény a szódavíz iránt. Nőtt a székvíz iránti igény, fröccsnek, üdítőknek, tehát szörpöknek, tehát ezzel elégedettek vagyunk, mi csak ezt szeretnénk még jobban csinálni, de ebben teljesen igaza van. A marketing ennek nagyon fontos, és ezt tudatosítani, hogy bizony-bizony bátran vegyék bármi helyet, mert ez nagyon fontos és egészséges. Ez nekünk most itt ennek az egész napi konferenciának a legfontosabb mondandója. Az, hogy hogyan tudjuk elérni azt. Ehhez nyújtott segítséget Hajdu Noémi, marketing szakember, aki arról tartott előadást, hogy a vállalkozók hogyan vegyék fel a versenyt a változó piaci igényekkel. Nagyon érdekes és összetett az a piac. Itt van ez a csodálatos magyar termék, mely egészséges, környezettudatos, bármikor a rendelkezésünkre áll, és kevesen fogyasztják ezt a terméket. És én azt gondolom, hogy újra a fogyasztói igényt kell felkelteni a termék iránt. Hát egyrészt kommunikációval, marketing kommunikációval, másrészt, hogyha mindenki visszagondol a régi gyerekkorára, amikor a nagymamánál a málna szörpet itta a szódavízzel, akkor mindenkinek van egy pozitív asszociációja a termék iránt. Igazándiból csak hozzá kell tudnunk jutni a termékhez, és akkor remélem ez automatikusan elkezdődik ez a folyamat a kommunikáció segítségével. Én az előadás során végignéztük a generációk közötti különbséget, hogy a különböző generációknak különböző módon lehet értékesíteni, lehet kommunikálni azt a terméket, a trendeket, hogy melyik fogyasztói csoportra hogyan hatnak a trendek, és hogyan befolyásolják, illetve a 4P-t tekintettük át a szikvízre vonatkozóan, hogy melyik P esetében milyen lehetőségek vannak, és mivel lehetne kiindulni. Hajdu Noémi szerint fontos lenne, hogy a vállalkozók többek között elinduljanak a digitalizáció útján, hiszen ez már az Y-generációtól, vagyis az 1980-tól született emberek legfőbb kommunikációs eszköze. Ami az interneten nem létezik, az nincs. Úgyhogy ez emiatt mindenképpen haladni kell. És tudnunk kell, hogy ki a saját szikvizesünk, hol tudjuk megtalálni és hol tudjuk elérni őt. Most elkészül egy új honlap a szikvizesek számára, és akkor itt már lehet majd irányító szám alapján keresni, hogy kinek ki a szikvizese és hogy lehet őt elérni. Már ez is egy nagy segítség lesz valószínű. Én azt gondolom, hogy a gyerekek, ők egy potenciális piac, mert ugye ők is nagyon szeretik a vizet, szeretik a szörpöket, és szerintem mindenképpen úgy tudnánk a családokhoz újra családtagként bekerülni a termékkel, hogyha a gyerekeket is megszólítjuk.
készült a Békési Ipartestület megbízásából, a Széchenyi 20-20 támogatásával.